Pici, éppen megyek Pestre. Hozzak neked valami? Egy kopát és egy kolosszéget. Hát jól van. Hát akkor jó szórakozást Erzsikével. Szia! Viszont! Igen, Ibolya, így igaz. Letelt az egyik gyászív. Egy rendkívül intelligens asszony, akit már igencsak régóta ismerek. Meg az szép! Ó, de még mennyire! Ő a világon a legszebb lány. Nagyon közel áll hozzád! Igen, közel áll hozzám. Már nagyon régóta ismerem. Ilyen közel! Ilyen közel! Jó, mi? Nem árulhatom el, hogy ki lesz az, de majd meglátod. Na, szia! Mentem Pestre! Édesem! 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 Szia, Ibolya néni! Hogy vagy? Rendben, nem aggódok. Vigyázz! Vigyázz! Nem baj, Ibolyanén! De Ibolyanén, mi az, hogy most soha? Mit jelent? Nekem megvan a régi anyukám. Én is akarok tisztelet, de hogy az mi anyukát. De Ibolya néni, mondom, én nem akarok új anyukát. Nekem megvan a régi anyukám. Minden nap elmegyek, meglátogatom a sírját. Kérem, én nem akarok új anyukát. Kérem, csináljon valami, tessék nekem. És volt? Kérem, én nagyon nem akarok új mostohát. Nekem nem kell mostoha. Ilyen tervibó! Éhez tesznek a jó ég. Meg szomjaztak is. Szomjaztak is. Meg rendszok. Atya úristen. Meg lenni. Ibolya néni, kérem, csináljon valami. Leszek bújtja. Úristen, kérem. Én ezt nem akarom. Jézus, elbúzok! Miért? Elbúzok egy becsi! Mondjani, Bolyani! Elbúzok, de szégyen búzok! Jaj, ne! Most mit évő legyek? Támaszkodhatom? Megszakad? Mit fog meghívni apuka, hogy nem látja soha többé Erzsikéjét, mert ő azt a gonosz mostohát választotta. És a gonosz mostohára nem lesz kit, hogy megverjen, kit éheztessen, kit verjen, kit szomjaztasson. Elmegyek, és majd ők itt szomorognak.
nem, mert én úgy hiányoztál már. Te is nekem? Képzeld csak el, Erzsike már 8 éves. Durva, mi? Anya, hiányoztál. Jaj, nekem is. És képzeld el, hogy Erzsike sajnos már olyan magányos, hogy magába fordul. Nem tudja, hogy mit csináljon. Ó, Lezi! 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 Még Erzsi kéne én! Lezi! Kíváncsi vagyok! Hát sajnos nem tudok túl sok mindent mondani, ugyanis az utóbbi időben nem volt ennél. Ti az elét? Fogalmam sincs sajnos. Szeret! Vagy Doring, vagy Mia? Nem tudom. Vagy Mia? Kedvenc hobbija? Fogalmam sincs. Nézhet! Egy anyag különni kell a gyerekének. Ízi. Szerni. Jó anya lenni. Sajnálom. Hát tehetném beiratkoznék egy apasági iskolába. De finom. Na, végeztem. Hol van az ajándék? Ja! Hát te meg ki vagy? Az új anyukám? Fúj, nem kell most a fúj! Fúj! Én már pedig nem maradok itt. Elmegyek a gonosz mostohállal. Megszökött. Ha! Viszlát! Édesanyuka, visszajövök majd érted. Hova menjünk? Nem tudom. Haza? Igen. Apukád, aggódj az édesanyád. Jó van. Akkor hát, menjünk haza. Hova menjünk?
Sok csalódást és stresszkel lesz. Nem kell felülni, de rendben. Ez ki, hol van? Nem tudom. Várjon egy pillanatra. Kireg a telefon, már is jövök. Hello? Itt, doktor úr? Ki beszél? Fruci? Na, mondja csak, megtalálta Erzsikét? Ó, hála az éjnek! Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Rendben, siessenek, jöjjenek minél hamarabb. Köszönöm szépen. Minden köszönöm. Puszilom Erzsikét, viszont hallásra. Van egy jó hírem, Mária. Erzsikét megtalált a Frici. Jó, jó. Megtalálták Erzsikét. Jó. Letje? Nem kell aggódni. Jó. Hello. Szia, Paruán! Köszönöm! Aj, kedve, buszom! Neki! Nekem nincs anyukám! Csak egy gonosz mostahám! Fej! Aj, nem tudom! Nem tudom! Onnan, hogy gonosz! Igen, tudom! Hát nem! Tudja, papa? Dehogy is, már csak az kéne. Ha. Akkor... Hogy lesz? Hogy lesz? Nincs lesz? Ráfogni? Hogy van gonosz? Ha még csak... Amíg nem is felálltok? Jó kérdés. De? Egyszerűen tudom, hogy gonosz. Az igazgatónő nem szólt, hogy ne foggassatok róla. De! Hát akkor már... Fejlapodik! Fejlapodik! Kihívek! És felállt a színbe! Rendben, ennek feltétlenül örülök. Trrrrrrrr! Hallottad ezt? Igen, egyébként szombos, de is... Banka vagyok. Szia, én nagyon örvendek, én pedig, kérlek szépen, én vagyok Hargitay Erzsike. De szépen ez van. Köszönöm szépen, a tér is gyönyörű. De nem kéne mennünk órára? Kíváncsi vagy, hogy tanultam meg a bevezetik nevőt. Ja igen, persze, mesélj még el ezt is gyorsan. A naptól? A naptól? De jó, hát naptól. Milyen jó? Elmenjünk. Rendben, akkor menjünk órára. Igen. Bizony. Pápá! Jó napot kívánok! Hogy kívánok? Becsületes nevem Hargitay Erzsébet. Hogy? Én beszéltettem a Mária néni. Mária néni? Nagyon örvendek, asszonyom. Igen? Én vagyok az új tanuló. Tudom. Ennek rendkívül örülök. Igen, én is. Nem ilyen jóban barátok leszünk. Én is úgy szintén remélem, hogy jó barátok leszünk. De hát meg ki tudja, hogy mit hoz a sors. Gyerekek! Igen? Idei...
külön fog engem tanítani maga? Hát rendben. Jó napot kívánok, Szapra meg bácsi! Ki a kisegítjém? Mondja csak! Mi hozott? Megjött már a posta? Hát persze! És kaptam levelet? Hát persze! Úristen! És megkaphatom? Elfejtettem volna! Á, semmi baj! Semmi baj, Szapra meg bácsi! Köszönöm szépen, úristen, köszönöm! Viszlát! Szia, Edike! Szia, kis Edike! Szia, Mária néni! Azt nézd, kaptam levelet! Szóval neked, kis járok Edike! Igen, legyen szíves, Mária néni! Úristen, de jó! Na, olvassa, kérem szépen! Attila, a kedves Edike, amióta elvettél, meg a csendálba. Ugye magát mindig is követte a végzet. Beleszeretett Hargit ajándulásba, erre külön kellett kiválni. Erre most újra együtt vannak, és megint külön kellett kiválni. Tudja, ez egy szörnyű dolog, de hát ez van. Maga szép, itt is itt most. Tudja, ez a maga döntése, és én bízom a maga megfelelő döntés ítéletében. De véleményem szerint, megfelelőbb döntés lenne az, hogyha itt maradna Erzsikével, és anyja helyett anyja lenne. Oké? Teljesen igazom, hiszen akkor, ha itt hallom, megint megúsz.
egyet érte. Köszönöm! Köszönöm! Nagyon szívesen. És nem kell aggódnia semmi miatt. Viszontlátásra! Már nem élni kérem! Nagyon jót játszottunk! Háromszor egymás után is én nyertem! Ez hihetetlen egyszerűen! Nem megyek haza. Nem itt maga? Nem, én bizony itt maradok. Miért? Köszönöm, itt járatok? Hát, azt nem mondanám. Akkor én szedek? Éheztet meg? Dehogy is, Mária néni. Hát nekem tartogatják a legfinomabb falatokat. Nincsenek elég játékai. Mária néni, kérem szépen, a világon nekem van a legjobb játékom. Efelől ne tessék aggódni. Nem dédekednek! Tessék? Nem dédekednek! Hát, azt nem mondanám, de pont eleget. Akkor nem hittem, hogy miért nem akartod menni. Hát, tudja, mert ott van a gonosz mostoha. Ez ki volt a nekem? Az egy gonosz? Minden. Most a gonosz. Elárulom én magának. Az Ibolya néni mondta. Az Ibolya néni? Miért talált egy kis babos puhája? Az Ibolya néninek? De vagyis. Neki nincsen most a hája, soha nem is volt. Akkor miért voltál? Olvastál egy könyvben. Tudom, én is olvastam sok-sok sárkányokról, meg morzsa. Akkor, de végzel voltam az róluk a gonosz. Ez igaz. Hát, ha nem is a gonosz ember mostan. Márpedig ő az lesz. Én biztos vagyok benne. Ezke! Hig már el nekem, hogy nem ide mostan a gonosz. Jó, mondjuk. Igaz, hogy nem is ismerem. És biztos nekem is rosszul esne, hogyha valaki azt mondaná rám, hogy gonosz, miközben még nem is ismer. Talán majd adok neki egy esélyt. Oké? Na látod? Ez a webfilm! Szia, Ezikém! Szia, Mária néni! Köszönök mindent! Én is! Jó estét kívánok, Mária néni! Jó estét, Ezikém! Mit akarsz? Nem? Csak el akartam mondani, hogy én innen nem megyek haza. A szemem! Hogy nem bízhatom! Már pedig én nem megyek haza. Nézzem! Mert otthon van a gonosz mostohéja is. És akkor inkább őt választotta, mint engem. Az igaz, hogy ő meg. Nyáron itt a súlyba együtt foroszhassunk. Na Mária néni, akkor nem találkozunk egész nyáron. Na jó, figyeljtek! Hogyha nem hívod a mostohát, gonosz mostohára, akkor kitalálnék valamit, hogy nyáron együtt foglalkozzunk. Hát de akkor mégis hogy kéne ott hívjam? Jézus! Új! Új!
Na, azt már nem. Inkább úgy hívom, hogy a mostoha. Jessica! Kérem már, néni, elégedjen meg ezzel. Tudod mi? Igen? Bújtény! És ilyen lesz a fukákhoz. Hívja meg Majoridi Tiára. Rendben. Már megyek is. Viszontlátásra, Mária néni. Szia, Zsikén! Kedves kisgyerekek! Most hallgatni a Zsikén. Következik a dalcíme, amit nyelken fog csókodnak. Édesanyjának felszól. Szerítsd meg édesanyjának kezét, nem. Na, újra szól. Csukod meg édesanyjának kezét, szem. Csukod meg édesanyjának százszor. Édesanyjának! Hát mondja meg. Szóval, csukod meg édesanyjának százszor. Szorítsd kezét bárhová vezet, hiszen szeretni szeretnének máshol is teljes szívből, de legjobban csak anyukát szerethet. Szóval vigyázz rá, amíg csak tudsz. Gyertek el! Igen, Mária néni? Holnap, ha most találsz a találkozóval új anyukáda, akkor oda mész hozzá, meghúz, meghúz. Elég is megcsókod. Igenis, Mária néni, ahogy jól hagyja. De én biztos vagyok benne, hogy magát mindig is jobban fogom szeretni, mint ezt a mostohát, akarom mondani, új anyukát. Házad nem idén szerintem ugyanja fog szenni. Hát én azt kétlem, de hát majd kiderül. Ahogy hozzá a sors. Megérkeztünk? Hé, Mága néni, én nem is láttam itt a mostohát. Lehet, hogy nincs is itt. Nem! Elsikét! De megtetítünk valamit! Ó, igaz, az új anyuka. De kedves leszek, szóval. Ott van apuka! Ó, apuka! Apuka, apuka, úgy hiányoztál! Igen, igen! Úgy örülök, hogy látlak végre! Egész még! Rólad álmodat! Ja, hát én is rólad, apuka! Mondd csak, apuka, mikor találkozott végre az új anyukával? Most! Jó! De, apuka, meg kell keresnem Mária nénit. Már is jönök. Szeredök. Erzsike, bemutatom az új anyukádat. Mária néni, maga az? Igen! Maga éres mostoha. Maga lesz az új anyukám, juhéj, juhéj, juhéj. Hát de, akkor egész végig maga volt ez? Igen. Csak nem állultam el neked. Jaj, Mária néni, úgy örülök, hogy maga lesz az új anyukám. Mostantól anyukának fogom hívni. Hát ezt meg, hogy ünnepeljük. Juhú! Búja. Igen, drága Mária. Mégis olyan csomagol. Hát tudja, csomagolok, hiszen elutazom. Nem maradhatok itt. Túl sokat vétkeztem, és túl nagyokat.
Amúgy sem lesz szüksége új háztartási béli emberkének ennek a háznak, hiszen itt lesz maga, a csodálatos új anyuka. Én meg mehetek utamra, valahogy majd csak befogadnak engem is. Tudja, ez magára tudom, kérem, asszonyom, ne hízelegjen. Tudom, hogy is sok rosszat tettem. Nem kell javítani a lelki ismeretemen. Viszont nem akarít van. Várjon csak. Maga azt mondja, hogy maradhatok? Oly, köszönöm szépen, Mária. Hálás vagyok, hogy még így is megbocsájt. Nagyon szépen köszönöm. Hát persze örömmel maradok, mit is nem mondjak, jó italám a fizetés is, meg a kaja is. Szóval megyek is, visszapakolok. Viszlát! Viszlát! Ügyes voltál nagyon. Tudod, Mária, ez volt édesanyám kedvenc helye. Igen. Mindig ide jött, leült, és mondott nekem egy mesét. Milyen mesék voltak? Általában Jégországról. Van kedve neked is mondani egyet? Igen, ezt kérdezem. Persze, nyugodtan. Egyszer volt, hónapban volt ez egy király, aki egy hónapban lottában lakott, ami csupa jége volt. Szép mese. Köszönöm szépen, nekem is így ezt elmesélted. Hálás vagyok érte. És hát ugyebár ezentúl, drága édes mostahám, én édes új anyukám. Most már mi is boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Igen? Itt a vége, húsáv vélege.